Székesfehérvári SC Váci Mihály Technikuma, Szakképzőiskola és Kollégiuma ez idén ünnepli az 50. születésnapját. 1970-ben adták át az intézményt. A Videoton gyár mellett. Tulajdonképpen egy fél évszázada vagyunk jelen a régió, illetve itt a város szakképzésében. Igyekszünk a környékbeli munkaerőpiaci igényeknek megfelelően olyan szakmákat biztosítani, amelyek biztos megélhetést tudnak biztosítani az itt végzett tanulóink számára. Két ágazatban folyik nálunk a képzés. Hagyományosan a gépész szakmák azok, amelyek a vácis szakmák, illetve a másik itt házon belül mi autós szakmáknak hívjuk, régen közlekedésgépész volt az ágazat elnevezése, ez most megváltozott és egy kicsit újdonságként hat, a specializált gép és járműgyártás ágazatnak hívják. Ez foglalja össze tulajdonképpen az autós szakmáinkat. Ezen két ágazaton belül tudunk nyújtani technikumi végzettséget, adó lehetőséget, illetve szakképző iskolai osztályok is indulnak, tehát 5 éves és 3 éves képzések is vannak mind a két ágazatban. A technikumi képzések tekintetében a gépészet ágazatban gépésztechnikusokat képzünk iparszakirányon, a specializált gép és járműgyártás ágazatban pedig az új elnevezés, ez a gépjármű mechatronikai technikus, ami tulajdonképpen egy kicsit kacifántosnak hangzik, de ez a régi autószerelő, autoelektronikai műszerész, illetve autótechnikus szakmáknak az elegye. Ez a három szakma lett egybegyúrva, és ezen az új elnevezés alatt fut, tehát gépjármű mechatronikai technikus. Az a tanuló, az a nyolcadikos tanuló, aki autószerelő szeretne lenni, azért tud továbbra is itt a Váciba jelentkezni, csak ezt a nevet kell keresni. Ugyanezen két ágazatban a szakképzőiskolai 3 éves képzéseink is futnak tovább. A specializált gép és járműgyártás ágazatban, tehát az autós szakmákban továbbra is megmaradt a járműfényező és a karosszéria lakatos szakma, illetve nagyon szeretnénk elindítani a gépjármű mechatronikus szakmát, ami az előbb említett technikusinak a 3 éves verziója. A gépész ágazaton pedig a gépész CNC forgácsoló szakma, ami nagyon népszerű nálunk, a hegesztő, valamint a szerszám és készülékgyártó szakmákban hirdetünk majd jelentkezési lehetőséget. Szeretnénk elindítani egy 4 éves képzést is, a CNC programozó képzésünket. Remélhetőleg jövő szeptembertől már ez is elindulhat az iskolánkban. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.